Oroszország több mint 100 rakétával és mintegy 100 csapás mérő Shahed drónnal támadta meg hétfőre véradóan Ukrajna polgári és energetikai infrastruktúráját, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Telegram csatornáján. Hangsúlyozta, hogy ez volt az egyik legnagyobb támadás a háború kezdete óta, amely több régiót érintett, beleértve az ország nyugati részét is. Leszögezte, hogy nem lehetnek korlátozások Ukrajnával szemben a nagy hatótávolságú fegyverek bevetése tekintetében, míg Oroszország mindenféle fegyvert alkalmaz Ukrajna ellen, köztük észak-koreai gyártású ballisztikus rakétákat is. Amerika, Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerek képesek segíteni a terror megállításában. Döntésekre van szükségünk, fogalmazott Zelenszky. Mikola Olesztyuk, az ukrán légierő parancsnoka közölte, Oroszország hétfőn 236 légitámadó fegyvert indított Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem ebből több mint 200-at, 102 rakétát és 99 csapásmérő drónt megsemmisített. Dmytro Kuleba külügyminiszter X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy Ukrajna partnerei két döntéssel segíthetnek véget vetni az orosz támadásoknak. Két konkrét döntést hozhatnak partnereink annak érdekében, hogy gyorsan véget vessünk az orosz terrornak. Először is meg kell erősíteni Ukrajna jogát, hogy nagy hatótávolságú csapásokat hajtson végre minden legitim katonai célpontra Oroszország területén. Másodszor pedig partnereinknek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az ő légvédelmi eszközeiket Ukrajna felhasználhassa a légteréhez közeledő rakéták és drónok lelövésére, szögezte le. Hangsúlyozta, hogy egyik döntés sem jelenti a háború súlyosbodását. Épp ellenkezőleg elriasztják Oroszországot, segítenek mérsékelni a terrort, csökkenteni az orosz támadások számát, ezáltal a csapások okozta emberi áldozatok számát is, összegezte a miniszter.